Kedves Karci, szakmai és baráti körben is ismert rólad, hogy különösen fontos neked a család. Mit is jelent neked ez? Vasmegyeből származunk, és a Vasmegyeri Általános Iskolának minden évben a legjobb tanuló, legjobb sportolónak egy serleget adunk át, pénzjutalommal együtt, ezt adunk a testvéreimmel együtt csináljuk most már 12. éve. 1946-ban Cegléden születtél. Mire emlékszel? Milyen volt a gyerekkorod? Gyerekkorom kettős volt. Egyrészt nagyon jó volt, mert hárman voltunk testvérek. Még volt a grund, még volt a szülőjeink által adott szabadság, de ugyanakkor nagyon fegyelmezetten kellett élnünk, de akkor is már mindig az vezényelt, hogy együtt legyek sok emberrel, közben volt azért 54, 55, 56, és mert a József, ahogy mondtam, a Józsefvárosban laktunk, itt az elég komoly harcok voltak, és ezek az érzések, félelem, nyugodtan mondhatom, ez még időnként ma is előjön. Az életedben fontos szerepet töltött be nagyon a sport. Miért mentél mégis műszaki pályára? Volt egy osztályfőnököm, a Mária néni, Lukácsné, matematika tanár volt. Nekem a sport mindenem volt, kézilabdáztam, fotballoztam, és Mária néni rádott, osztályfőnököm, azt mondta, hogy kezdjünk el matek versenyekre, meg fizika versenyekre járni, és belevezett. És ennek a hatására februárban a Műszaki Egyetemre jelentkeztem. A Műszaki Egyetem villamoskarán kik voltak meghatározó tanáraid, akik esetleg szívesen emlékszel rájuk, vagy befolyásolták valamennyire a pályád? Hát három professzort szeretnék kiemelni. Az egyik Simonyi professzor úr, aki a villamosságtant, elmetőságtant, elméleti fizikát tanította. Ő volt az, aki bennem a tudós, a tanárt, az embert megtestítette. Zseniális volt. A másik ilyen Kozma professzor, mert vezetékes lettem végül, tehát a vidomsági körön a vezetékes szakra. Ő szintén egy nagyon nagy tudású, de rossz előadó volt. De olyan barátságos és olyan tudás volt mögötte, hogy ezt lenyűgözött. A harmadik a Gier professzor, a vezetékes tanszéknek a vezetője. Neki köszönhettem egyébként, hogy valamilyen módon a számítástechnikával kapcsolatba kerültem. Zseniális oktató volt. Azért köszönhettem neki a számítástechnikát, mert amikor harmadikosok voltunk, akkor ki volt írva a tanszékre, hogy algol rendkívüli tárgy. Hát mi temettünk egy nagyot 67-ben, hát biztos elírták, ez angol. Na, de hát azért pérne, elmentünk. Hát kiderült, hogy nem angol, ez algol. És a Halász Edit tanárnő, Trón Tibor, Kisdénes, ők voltak, akik ezt oktatták. És hát ez indított el egyébként ezt a pályámat úgy, hogy hát én is a GR professzoron keresztül alapvetően villamosmérnöki programozást csináltam már 70-ig, amíg végeztem, a diplomunkám is ilyen volt. Mi a Razdánon, az E-épület tetején lévő Razdán 3 csináltuk a programokat számítógépen, és hát ez megalapozta azt a dolgot, hogy e felé menjek, de 70-ben, amikor végeztem, akkor Kisdénes, akkor a Magyar Híradásokai Egyesület számítóközpontjába helyezkedett el, és ő elcsábított ide, ez egy induló cég volt, és ez a 10 darab akkori híradásnéki vállalatnak a közös képviselte volt, telefonjáról keresztül Orion, BHG, BRG, FMV és sorolhatnám, és ennek a Magyar Híradási Egyesületnek volt egy közgazdasági osztályvezetője, a Pogány Károly, ő szervezte ezt a számítóközpontot, amely 1970-ben indult, egy ICS System 450-es géppel,
Hát meg kell, hogy mondjam, hogy nagyon nagy élmény volt. Egyrészt azért, mert szabadság volt, mert tanulhattunk éjjel-nappal, azt kell, hogy mondjam, a számítógépet, mert az ilyen nyugati gép azért nem volt akkor még Magyarországon, és utána ez a híradás egyesülésből lett a Comtorgán is. Milyen számítástechnikai feladataitok voltak akkor ott, ezen a gépen, milyen feladatokat végeztetek? Nagy híradástechnikai vállalatoknak valamilyen módon az ügyvitelét is támogatni kellene, és ezért áttértünk, nyugodtan mutatom, az úgynevezett termelésirányítási rendszerek előkészítésére, ami gyakorlatilag anyagkönyvelésen, technológiai elérásokon, darabjegyzéken keresztül csináltuk az éves tervet, negyedéves tervet, FLV-nek, BRG-nek, telefonjának, csak hogy a számosságot mondjam, a telefonjának visszaemlékezve volt 160 ezer anyag tétele például, és volt 80 ezer alkatrésze. És ennek egyik kiemelkedője volt, amit 72-től 76-ig aktív részese voltam, az EMG Plan Control. Ezt nyugodtan mondhatom, hogy abban az időszakban az ez kötegelt feldolgozással kiemelkedő dolog volt. Odáig ment, hogy bérutalványokat is adtunk hetente, termelésirányítási rendszeren keresztül, és működött. Az EMG-vel kapcsolatban még hadd kérdezzem meg, mert máshol is már szóba került az EMG-s fejlesztések. Ott dolgozott Szebenik László. Hogyan emlékszel rá? Szeben László az EMG gazdasági igazgatója volt, akinek mániája volt, nyugodtan mondhatom, a rend, a fegyelem, a folyamatszervezés. Ő a bizonylatok tervezésében volt nagyon nagy. Éjjel-nappal gyakorlatilag azt csinálta, illetve a folyamat tervezésébe. Tőle azt tanultam és nyugodtan mutattam, hogy hogyan kell egy vállalatot, egy élő vállalatot, egy ilyen híres vállalatot úgy megszervezni ügyviteileg, hogy az időben a dokumentumokat leadja, az iratokat, a számlákat, és ugye ezt hogyan lehet számítógéppel támogatni? 1976-ban kikerültél Londonba tanulni, majd később Münchenben is. Mit tanultál ott, milyen másik világot láttál, milyen tapasztalatokat hoztál haza? Nagy szerencsém volt, hogy mind a két helyen lehettem. Londonban az ICL-nél voltam. Projektmenedzsmentet, programozástechnikát, és kicsit talán a rendszer tervezésnek is az alapjait, hogy hogyan kell megközelíteni egy adott témát a rendszertervezés szempontjából. Münchenben ott exportmunkám voltam, amit a Comtorgán utána is még hosszú időt csinált. 1981-ben nagyon fiatalon igazgatóhelyettes lettél. Milyen területek, feladatok tartoztak hozzád, és mik voltak akkor annak a cégnek a célkütőzései? Nagy megtiszteltetés ért, nem tagadom, hogy 81-ben a Pogány Károly engem kért föl, hogy legyek a helyettese. Hát igen, fiatalon. Örültem neki, de a kihívásnak talán még jobban. Három területet bízott rám. Az egyik az összes hazai fejlesztési téma. A másik a számítóközpont, amivel az éltünk, tehát az ICA System 450-es gépüzemeltetése, és a harmadik pedig a extra munkára felkészíteni az embereket. De utána sikerült olyan eszközöket beszerezni, időzőjelbe mondom, embargós eszközöket beszerezni, tehát behozni valamilyen módon Magyarországra, Viktor, McIntosh és sorolhatnám, amikkel itthon be lehetett tanulni. 1982-ben részt vettél a CM Diebold nyugat-német-magyar közös vállalat szervezésében. Milyen céllal jött létre ez a vállalat? Milyen feladatod volt neked? És hogyan jöhetett létre egy ilyen vegyes vállalat akkor a szocializmusban? A CM Diebold az Comtorgán Metzibeg Diebold. Ez összefügg az itteni magyarországi helyzettel, hogy alkalmazást úgy lehet és úgy szabad bevezetni,
hogyha az alá van támasztva a folyamatszervezéssel, stratégiával, egyáltalán a vezetési színvonal növelésével. És ebben ők nagyon jártasak voltak, szakértőket importáltuk, nyugodtan mondhatom, aminek az volt a lényeg, Németh Lóránt volt egyébként a vezetője, ennek a CND voltak. A lényeg az volt, hogy itt Magyarországon egy-egy cégnél fölvetettük azt, hogy nem kéne esetleg átszervezni, vagy megszervezni jobban ezt a céget, hogy jobban menjen. 1983-84-ben a Budapesti Műszaki Egyetemen szervező szakmérnökét végeztél. Igen. Miért mentél oda? Mit tanultál ott? Milyen emlékeid vannak? Én az iparkazdasági tanszékkel hajdanában is kapcsolódtam, amit alapvilamos mérnöki, nem nagyon érdekelt, hogy őszinte vannak. De ez a szerző szakmérnökhez fölhívta a figyelmet arra, hogy van itt egy jó pár olyan tárgy, amit érdemes meghallgatni, mert segíti azt a dolgot, hogy hogyan kell vállalatot szervezni, hogyan kell irányítani. Egy nagyon jó hangulatú tanszék volt az, tehát ott a Harsányi Ladó és a továbbiak lehetett látni, hogy egy nagyon jól megalapozott a tanszékben tovább, és hát elvégeztem, mert úgy döntöttem, hogy ez jót tesz. 87-ben egyetemi doktori címet szereztél, ami a mostani PhD-nak felel meg tulajdonképpen. Milyen témában írtad ezt a dolgozatot? A téma az úgynevezett hierarchikus termésirányítás volt, aminek az a lényege, hogy hogyan lehet egy vállalat, alapvetően szerelő jellegű vállalatoknál, hogyan lehet az éves termelési tervből lebontva a negyedéves havi heti tervet csinálni, és ezeknek az összefüggése. 1988-ban átmentél a KFK-i számítástechnikai csoporthoz. Kikkel dolgoztál ott együtt? Milyen új munka lehetőséged volt? 88-ban új hívásokat akartam meg, kell mondjam. És Szvankó János akkori KFK-ban nem önállóként, de működő MSZK-i Mérési Számítási Kutatóintézetnek az igazgatója kért meg, vagy kért föl, hogy menjek át hozzájuk. Két dolog miatt kért. Egyik az, hogy egyértelmű lehetett látni, hogy akkor már a gépgyártásból kifelé ment a KFK-i, nem tudta követni a DEC-nek a gyorsó kihozatalát. A másik pedig az, hogy egyértelmű volt akkor már, hogy a KFK-i belüli sok intézet önállósodni akar, és önálló számítástechnikai életet akart élni, és a úgynevezett központi nagy számítástechnikai központ az már életképtelen intézetekre, illetve önálló jogi személyekre kellett fölbontani. Ez 90-ben indult, és így lett a önálló jogi személy, az anyagtudományi, a részvénykutató és sorolhatnám az intézeteket. A KFK-i MSZK-iból lett KFK-i számítástechnikai részvénytársaság. Ez már ilyen tekintetben végül is egy magáncég volt. Egy olyan értelemben magáncég volt, hogy az MSZK-iból hát olyan 70%-a a dolgozóknak átkerült ebbe a számítási részvénytársaságba, ahol első időszakban 5 tulajdonoson kívül még az akadémiai KFK is tulajdonosa volt. A szakmai munka attól, hogy ez egy magáncég lett, változott? Annyiban változott, hogy 90, rendszerváltás, szabadrablás időszak, már bocsánat, így mondjam, jöttek a külföldi cégek tömkelege, másrészt pedig nagyon sok cég ugye tönkre is ment. Tehát a piac megszerzése, addig, ameddig ez a kutatóközpontként működött, nagyon egyszerű volt. És ezért az a zseniális, nyugodtan mondtam, a zseniális ötletet támadta alapvetően a Jánosnak, a Szankónak, hogy virágozzék a mező összes virága. Tehát annyi KFT-t holdinggal működött, hogy a részvénytársaság, annyi KFT-t csinálunk, amennyire van vállalkozó. És akkor így
jól emlékszem, 8-10 KFT lett. KFK-i tevékenységet során volt egy jelentős olyan projekt, amelyik most innen visszanézve a Paks újabb beruházásokra gondolva különösen fontos, ez a Paksi projekt. Mit csináltatok ti akkor ott? 96 és 2000 között volt ez a Paksi Atomerőmű Informatika Rekonstrukciós Programja, aminek a lényege az volt, hogy egy stratégiát csinálva a projektet kellett nekünk vezetni, nekünk kellett a Informatika Rekonstrukciós Program keretébe pályázatokat kírni, bírálni, és a minőségrendezést végezni. Ez abban az időszakban azért volt jelentős, mert akkor volt az a dolog, hogy vajon meghosszabbítható-e a mostani még működő reaktornak a ideje, tehát a működés ideje, és ehhez kellett rengeteg információ, ami korábban nem volt. Nagyon élveztem azért, mert volt egy olyan műszaki vezetőtőhelyettes, a Márton János, aki kegyetlen kemény volt. Két hetente hétfőn, hétkor ott kellett lennem a műszaki vezetőtő értekezettel, és mint a szőnyek szélére kellett állni, hogyha valami nem úgy ment, ahogy kell, de mindenki. Ez ott egyik ilyen dolog, és sikeres, hála Istennek, anyagilag is, üzleti szempontból is már azért nagyon lényeges volt. Több országos szintű államigazgatási információs társadalom stratégia kidolgozásában vettél részt. Kikkel dolgoztál együtt? Miről szóltak ezek a stratégiák? 98-ban az a szerencse ért, hogy a korábbi munkából eredően tevékenységi szervezésébe részt vehettem egy olyan munkába, amelyik az információs társadalom témával függött össze. Ennek a neve volt a tézisek az információs társadalom. Ez 2000-ben kiadásra került, tehát mégis egy alapot adott arra, hogy az információs társadalommal mit lehetne, vagy mit kellene kezdeni. Alapvetően egy lényeges dolog volt, ha visszaemlékszem, hogy nem technikai oldalról indult ki, hanem a társadalmi fogadókészség oldalról. Ez egy nagyon jó anyag volt véleményem szerint ahhoz, hogy később, és ezt fel is használtam magam nyugodtan mondom, hogy használtuk, amikor 2002-ben a Informatikai Hírközési Minisztérium megalakult, akkor a Bakonyi Péter volt a Informatikai Társadalom Stratégia államtitkára, ha jól emlékszem. Ő kiadta, hogy kell csinálni egy információs társadalom stratégiát. 2002 őszén a kormány elé került, és 2003 tavaszán pedig a parlament elé került. Beszéljünk akkor egy egészen másfajta tevékenységedről. 1983 és 2002 között Pompéribe közösen szervezte Gyulán a Szervezési Akadémiát. Mit jelentett ez? Miért csináltátok? Milyen élmények kötnek oda? 83-ban a Szervezési és Rendezési Tudományi Társaságon belül volt egy vezetőségi ülés, ahol a Pompéri Béla barátom ott volt, és fölvetődött az a gondolat a Béla részéről, hogy kellene már valamit csinálni, itt van az a sok belopott vagy nem belopott számítástechnikai eszköz, virágzik a piac, Commodore-tól kezdve az összes többi ilyen típusú gép. Valahol ezekről kéne csinálni egy akadémiát, ahol ezekről többek között beszélünk, de alapvetően a szervezés oldalról, hogy hogyan kell ezt alkalmazni, és nem a technikai oldalról, arról beszélnek mások. Megtetszett a vezetőségnek, és föltették a kérdést, hogy ki vállalja ezt, és Békés megye volt, a Békés megyei szervezet azt mondta, hogy Békés megyébe, ő ezt fölvállalja. Így indult, 20 évig csináltuk. Az OMFP IKTA pályázató bírálói közé is meghívtak téged. Találkoztál-e ott valami különösen érdekes témával? Milyen volt egyáltalán az IKTA pályázatok hangulata?
ez volt a infokommunikációs technikák alkalmazása, aminek a lényege az volt, hogy alkalmazásokat kell dotálni, feladatokat kell dotálni. Két dolog volt, ami itt visszaemlékezve. Az egyik az orvosi alkalmazások. Tehát nagyon sok olyan jellegű jött be, beteg nyilvántartás. A másik akkor indult el egy úgynevezett határmenti együttműködés a szlovákokkal, ukránokkal nem nagyon, horvátokkal és az osztrákokkal. Kérdeznélek még az életednek egy megint másik területéről, ezek a civil szervezetek. A Szervezés és Vezetés Tudománytársaságot már említetted, de meghatározó szereplője is vagy a Neumann Társaságnak. Mióta dolgozol a Neumann Társaságnál? És először hadd kérdezzem úgy, hogy az Informatika Történeti Fórumon kívül előtt hogyan kapcsolódtál hozzá? Milyen tevékenységeid voltak ott? 2013-ban lett az a pont, amikor Havas Miklós barátunk fölhívott telefonon, hogy csatlakozzak a Informatika Történeti Fórumhoz a Neumannnál. És ugye akkor fejeztem be azt a ciklust, amit a nyugdíj után csináltam, mert akkor azt mondtam, most már ez a ilyen szempontból szakmai dolgok, az bizonyos felelősséggel a dolgok elég volt. Hát akkor miért de? Kell az elfoglaltság, még erőm is volt, és akkor kapcsolta az Informatika Történeti Fórumhoz. Úgy tudom, hogy a Neumann Társaság további feladatokkal is megbízott téged, a szegedi kiállítás is valamilyen szinten hozzátartozik most már. Ott milyen céljaid vannak, milyen lehetőségeid vannak annak a működtetése, továbbfejlesztése terén? 2020-ban ért az a megtisztelés, hogy a Neumann elnökség felkért, megbízott, hogy a Neumannon belül a múlt örökség témát koordináljam. És ezért ennek három lába van azért tisztán. Az egyik a ITF, amiről előbb beszéltünk, ez is hozzátartozik, tehát a digitalizált örökségünk. A másik a Szegeden lévő eszköz örökségünk, és a harmadik láb az pedig egy könyvtár. Munkádat a Neumann János Számítógép Tudomány Társaság Neumann díjjal ismerte el többek között. Mit éreztél olyankor, amikor azt átadták neked, vagy mire gondol ilyenkor az ember? Örültem neki, hogy valakik gondoltak rám. Veled beszélgetve nem lehet a sportot kihagyni. Mikor kezdtél el focizni, meddig jutottál a focizásba, mennyit jelent most az életedbe a sport, a foci? 56-ban kezdtem el, 10 éves koromban, a Józsefvárosi Sportiskolánál, utána a Spartakuszba kerültem át, és a Spartakusz után, mondtam, egy évig a katonasságnál, Kiskunfélegyházán, majd utána az egyetem csapatába, és utána most Kelenvölgyi SC-nek nevezett csapatban 68-tól, most mondjam azt, hogy a profi voltam 72-ig, mondjuk az első Skodámat tudtam venni is. Tehát... Pontosítok, mit jelent az, hogy profi voltál? Pénzért. Tehát az egyetem alatt is, meg amikor dolgoztam, amellett, ha számokról is beszéljek, amikor elmentem dolgozni, akkor 1600 forintért mentem el a szakmába dolgozni. Miért? Végzett mérnökként. Mint mérnök, és 2000 forintot kaptam havonta a futballé. Mikor beleöregettem, hogy akkor még nem öregettem, beleöregettem az öreg fiúkhoz, akkor az öreg fiúknál, és ahogy fiatalodtam, egyre kisebb pályán, először kézilabda pályán, aztán úgy lett ketret foci, sehol nem megy ki a labda, és azt 75 évesen ott fejeztem be tavaly. Tehát így nézett ki ez a foci pályafutásom, és most a foci volt a lényeg, hanem a csapat. Záró kérdésnek azt
Lajosról hadd faggassalak. Szóba került, hogy a Szegedi Múzeum valamilyen szinten hozzátartozik. Ha most ilyen megújulást álmodhatnál, akkor milyennek szeretnéd látni ezt a Szegedi Múzeumot? Informatikai múzeumban szeretnék gondolkodni. Nem tudom, hogy olyan az informatika szó, de múzeumban. És a múzeumnak azokat az eszközöket, amik már most is rendelkezésre állnak, nem csak a kiállítás, hanem a raktárbázisban is, ezeket bemutatni, egyrészt természetes valóságokba, másrészt videón keresztül, hogy a tabletten megy az ember is videón hallgatja, ahol adott esetben az informatikai háttere, informatikai történeti hátteret, amit mi csináltunk, azokat is bemutatja. Példát mondjak, ott van például az SLK BRG, akkor nem csak a gépről kell bemutatót, hanem a BRG-ről is, meg a fejlesztőkről is. Tehát azt gondolom, hogy egy ilyen interaktív, ilyen összefüggő múzeum az, amelyik jól vissza tudja adni, hogy az 1950-től kezdve, ez már történelem. Tehát ez egyre jobban jön. De ezeknek az, mondom, egyik lába a maga a tárgyasul dolog, a másik az ilyen típusú ismertetés, ahol bemutatja ezt a mögöttes tartalmat. És egy harmadik terület, ami meggyőződésem, hogy látványos is, és nem csak a kiállítók számára, hanem a kutatók számára is, kell ez a könyvtár. Ez egy nagyon ígér dolognak tartom. És ez az Infrared Múzeumnak is egyik része lehet ebben segíteni. Köszönöm szépen.